Egy kicsit kitekintünk, méghozzá egészen Tokajig, a Fesztiválkatlan programjáról Fintor Gáborral beszélgetünk. Jó estét! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! Nem érkeztél üres kézzel, azt gondolom, hogy egy nagyon szép díj birtokosai vagytok. A Magyar Kultúra Napján kaptátok ezt az elismerést, hát mutasd be, Gábor, hogy mi is ez. Ez így van, tulajdonképpen az apropója a beszélgetésünknek az, hogy a Fesztiválkatlan Kft-n megkapta Tokaj város kultúrájáért kitüntetést, épp a Magyar Kultúra Napján, valamint ekkor ünnepli egyébként Tokaj városa a Tokaj város ünnepét is, a városnapot is, úgyhogy így duplán büszkék voltunk erre a díjra. Tehetjük fel a kérdést, hogy miért kaptuk, miért pont ránk esett ugye a választás. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek kiváló programjai népszerűsége miatt, illetőleg a helyi turizmus erősítése miatt a tavalyi esztendőben már több mint 30 ezer látogatónk volt a Fesztiválkatlanban, és mindig igyekeztünk a minőségre törekedni, ennek szellemében szervezni a programjainkat. Úgyhogy hát ezúton is nagyon köszönjük Tokaj város képviselőtestületének, hogy ezt a díjat odaítélte számunkra, és ez hát további motivációval tölt el majd minket, tovább fogjuk szervezni a programokat, és nagy lendülettel vágunk bele a 2019-es évnek is. Hát én is így gondoltam, hogy most már ez a díj kötelez, tehát valószínűleg majd megjelenik különböző oldalakon, meg magának a háznak a programjai között, hogy ennek a díjnak a tulajdonosai vagytok, de hát rá is szolgáltatok. Egyrészt a kultúra, másrészt tényleg a vendéglátás, a gasztronómia, szinte minden területen próbáltatok különlegeset alkotni, úgyhogy nem csak ebben a régióban, hanem az országban, sőt a nemzetközi porondokon is, akár csak úgy, hogy ugye onnan érkeztek például nagyon híres előadók. Hát reméljük, hogy a hó lassan elolvad, és amikor egy picit melegebb lesz, most itt azért a hetekben már volt egy kis napfény, úgyhogy az emberek ilyenkor már mernek tervezni, és nem csak a hosszú hideg estékre koncentrálnak. Szóval, ha jön majd a tavasz, akkor nagy elánnal beindulunk mi is. Mi mindennel készültök? Hát a tavasz az nagyon sok nevetést hordoz magában, nagyon sok humort fog hozni a Paulai Ede Színházba, három előadás keretében is. Az első előadás majd március 9-én lesz a Bánfalvi Stúdió előadásában, Mi csak ki lakik itt címmel, Beleznai Endre, valamint Gesztesi Károly a főszereplők. Ezt követően majd áprilisban tulajdonképpen egy bemutató után egyből Tokajban mutatják be a Molnár Ferenc tollából színpadra állított Riviera című előadást az Orlai Produkciós Iroda jóvoltából. Majd az április végén látható, és hát Szabó Kimmel Tamás, valamint Kovács Patricia nevei azt gondolom, hogy garancia a minőségi kikapcsolódásra, úgyhogy nagyon várjuk ezt az előadásunkat is, és májusban pedig a Páratlan Páros című felejthetetlen komédiát mutatjuk be. Ez is felhőtlen kikapcsolódást ígér a színházba járóknak, színházba kedvelőknek, úgyhogy azt gondolom, hogy tavasz tulajdonképpen így foglalható össze. És akkor hát a nyár az már valószínűleg a még nagyobb durranások ideje, hogyha jól tudom, akkor a legnagyobb lesz a Lord of the Dance. Az egyik legnagyobb az valóban, vagy legalábbis azzal kezdünk, mondhatjuk így is. Az idei nyár tulajdonképpen a jubileumi 5. évada lesz a Fesztiválkatlannak, méltóképpen kell ezt is megünnepelnünk, már csak ugye a díj miatt is azt gondolom, és hát ismét három helyszínen, a Paulai Ede Színházban, a teátrumban és természetesen a nagy színpadon látjuk vendégül a művészeket, valamint a kedves televíziónézőket, és azt gondolom, hogy hát ezek között is a nagyszínpadi produkciók azok, amelyek kiemelkednek, és most itt a rövid időben rendelkezésünkre áll, hogy ezekről egy kicsit beszélgessünk. Minden információ egyébként a weboldalunkon megtalálható, a fesztiválkatlan.hu oldalon. Hát a legnagyobb nevek ezek között a már említett, általad említett Lord of the Dance, Michael Flatley, ír rendező, világhírű táncsója látható majd. Egyébként Magyarországon csak három városban és Tokajban látható. Idén ez a szuper új produkció, Dangerous Game néven.
És hát, hogyha a világsztárokat ide soroljuk, akkor Bonnie Tyler július 27-én, ugye a 70-es, 80-as évek igazi sztárja, világsztárja is látható majd. A hazai szupersztárok közül itt lesz velünk Havasi Balázs újra, valamint Rúzsa Magdi is koncertezik, majd színházi előadások tekintetében pedig az Ankunai Szerelmesek, valamint a Csárdás Királynő is látható majd. De a Paula Jede Színházban dupla előadásként az Illúzió Mesterei látható majd. Szuper produkciók, akkor érdemes szerintem időben jegyet venni, mert valószínűleg abszolút, nagyon nagy érdeklődés lesz. Rendszerre már nagyon sok jegy egyébként el is fogyott, el is kelt, folyamatosan töltjük fel a programjainkat, úgyhogy érdemes böngészni a honlapon. Na hát köszönjük, Gábor, és gratulálunk még egyszer a díjhoz. Köszönöm szépen.